Na, üdvözlök mindenkit! Úgy gondoltam, tanulunk egy kis RTS-t a haverokkal, úgyhogy most nem szólóba fogok menni, hanem többen magammal. Úgyhogy lassan, majd be is mutatjuk őket, csak bekapcsolom a hangot, mert most nem halljátok még őket, mert itt elközben poinkodnak, de nagyon. Na, akkor mostantól hallanak titeket is. Úgyhogy üdvözlök mindenkit! Szevasz Shooter, szevasz Mitsu, szevasz Pascal! Úgy határoztunk, hogy az olasz mapot egy kicsit jobban feltérképezzük, mert vannak itt személyek. Hát nem, ti, hogy nekem föl van térképezve, ti határoztatok úgy, hogy olaszok akartok látogatni. Úgyhogy megnézzük, hogy ki hogy áll, aztán határozunk a célállomást illetőleg. Átállítjuk most már akkor. Megnézzük, miből élünk. Lássuk, hogy... Én sokból élek, mert éppen tegnap átléptem az 1000 milliárdos egyenleget, úgyhogy valamit a tejbe aprítanom. A sok alkalmazott sofőr szépen termel. Na nézzük akkor. Nézzük, hogy hol vannak a többiek, mert én közben a telephelyen vagyok. Tankolás, az nem kell. Ti merre vagytok? Hát itt. Hát itt. Gondolom a szervíző, mert nagyon... Nem az a lényeg, tehát, hogy hol vagyunk, hanem hogy gyere ide. Megyek oda. Nem vagy ott túl messze, úgyhogy helyek kell fordulni. Kapcsolja ki állandóan a lámpát. A szervizben is kiírta, hogy be kell. Ó, föl van kapcsolva, ó, remek, mert múltkor úgy jártam, hogy szépen ledobott 5 másodperc alatt. Most aztán azt nem is hallottátok, hogy hogy jártam. Megyek szépen az úton, természetesen sérülést szerveztem a kamionnal, mert egy olyan területet csíptem el, amit nem vettem észre, hogy a lezárt területnek a fehér nyilai, illetve a hó elég jól semlegesítette egymást, és szépen belerongyoltam. Nem mindegy, sérült a kamionom, és motor hiba miatt leállt néhány másodperc, és le is hajított a szerverről. Abba az alatt pillanatban. Kicsit odébb állom. Ne, azért állok, hogy jó legyen. Na, szerintem szervizőben bevagytok? Gondolom. Ott hol máshol. Sose állunk. Na, előtte visszamegyünk. Ti csak hol vagytok már? Itt vagyunk. Hát látsz minket? Itt nem. Szerintem kitakarja a szervíz embléma. A kékeket, meg van ott egy ilyen pihenő helynek a... Itt vagyunk előtt. Ja, így látom, csak én nem néztem be oldalra. Na, mi ez a fehérség? Mindenki fehér. Mi a láta belőle? Paszkannak. Miért vagytok fehérek? Picit menj el onnan. Nem vagyok fehérek. Bár én? Nincs meg a kalózos. Ja, a kalózos az nincs meg tényleg. Nekünk zöld, piros, meg fehér, fekete kalózos. Na, a kalózos az nincs meg. Nem sok van, ami nincs meg, de az pont nincs meg. Nem baj, szépen nah, fogtok kinézni akkor. Na, kész. Na jó, van, hát akkor fehér, hófehérkék lesztek. Gyere, ránézek, hogy minden oké-e, mert most nincs itt a fő kritikusom. Pontosabban nem látja, de úgy látom, hogy úgy... Helye közel, keresünk jó. Keresünk fuvart! Igen! Fuvar, természetesen fuvart kell keresni. Fuvar nélkül nem élet az élet. Na nézzük Katániába akkor. Kéne. Nézzük, ja. Nektek hol nincs még? Vagy Katánzáron. Garázs. Katániában, mi? Az hon van? Várjál. Igen, van Katánia. Hát de van itt alattunk, Katánzáró. Ja, hát arra gondolom. Vita San Giovanni. Célra már szint keresem, aztán találjátok akkor. Nekem megvan mind úgy, hogy Katánzáróba kéne keresni. Igen, van bútor, bulldozer. Hova? Katánzáróba? Katániába. És Katánia hol van? Katániába. Az ott van ez egyenesen. A... Ja, ott. Ja, nem oda akarok. Van padlóbor. Katánia. Katánzáróba akar azért pásztán menni. Katánzáróba. Ja, az hol van? Ez itt van közvetlen alatt. Pirotába. De nem látok oda fuvart. Hát oda nincs. De nem látok fuvart. Frissítsünk egyet. Frissítsünk. Viszont Katániában van. Most már frissítettem. Mindjárt megnézzük, hogy F. Ilyen bulldozer vagy mi. Most sincs Katánzáróba, viszont
Bulldozer. Katániában van továbbra is. Ja, nekem Katániában van izé. Padló burkola. Katánia. Bulldozer. Katániában... Shooter. Azt 16 ezer. Nekem van ilyen padló burkola. Van itt egy olyan, hogy Z35K. Az a bulldozer, az fizet legjobban. Én azt hiszem. Én is azt hiszem akkor. Mindjárt. Meg van mindenkinek oda fuvar? Várják. Kaszinó. Jaj, kapcsok már zenét tényleg. Egy pillanat, addig... Meg van bulldozer. Ja, itt válogatok, addig én gyorsan rakok be valami zenét, mert ez így nem az igazi. Egy pillanat türelmet kérek. Csipet izé. Hát nem hiszem, hogy bulldozer. Menjünk a súlyba. Kalózok menni. Kalózok jönni, kalózok jönni. Kalózok már menni. Hova ré menni? Na nézzük olyan. Hát ezen milyen zenét keresünk? Jó. Hát jó, tehát... Az nem jó, mert akkor kapok a pofámra. Már elnézést. Egy kis... De keresünk valami dance muzsikát. Jó lesz, ma nem lesz, nem tetszik, akkor kikapcsolom. Na, akkor... Nem tudom, mennyire hangos. Biztonság kedvéért inkább egy kicsit lejjebb veszem még. Ez itt mi? Itt egy pórkocsi felború. Én föl sem vettem, várjátok. Most veszem föl. Oké. Na. Nektek nem volt ott egy pórkocsi az úton felborúban? Én nem tudom. Az lehet, hogy megint az a izé... A pórkocsi készen áll. Már csak az utolsó 20 ezer dollárt kell összeszednie. Utolsó részletre. Ó, bazd meg itt bent. Ez egy érdekes egy zene. De nem sokára változik a táj. Megszakadt megint, itt is elveszett a kapcsolat. Olyankor, ott is vagyunk. Melyik az enyém? Ó, de túloldalról van nyilván. Na, ami Pascal is megfelelően gyorsan rakok a tőzre. Itt vagyunk. Ki ne hűljön a lakás, mert aztán lehet fagyoskodni. Na, igen, szétnézünk. El az enyém. Ha gondoljátok, mehetünk. Oké. Okay. Hát, várj, bezártam, elvejettem, elléptem onnan. Na, egy pillanat. Itt se szakadj meg. Csak egy pillanatra. Adj meg az elsőbséget, Micu. Menjél, Micu. Menjél.
a jaktáliát. Tőkörjé van? Ja, én nem ilyen jaktot láttam, én nagyobbat. Van nagyobb is, ilyen zöld. Ugye ez az indexet? Jajajaj! Na, tényleg. Útban volt egy távol. Hát remélhetőleg én vagy itt hátul negyedik, úgyhogy látom, hogy megvagytok. Ó, megint este lesz, bassz. Mint mindig. Szépen beszedtem a kanyart egy sor keréken. Ez megint egy ilyen szép egyidé. Mi? Képestelni való ez a krucifix. Most megint beakadt egy kicsit. Mi a játék akad? Hát... Így megakadt. Ja. Elhában? A kettlég is megakadt mostanában egy csomósz. Ne, ne hajt! Az évszakok. Változnak az évszakok. Nektek havas még a táj? Kalisztó, persze. Ne gyere szó közelbe, véletlen beakad a izé. Pascal belaggol aztán. Nem jött. Ki van előttem? Előttem van Marv, aztán Pascal. Leállította. Aztán Bicu. Elmentem mellé. Aztán egyszer csak azt mutatom. Bicu recseksz. Mit? Recseksz. Megint? Piciba. Most? Most jó. Most jó, most nem jó. Mit a rendőr az indexel? Igen. Csinálom, lehet, hogy most már veszek egy fejhallgatót megint. Szegény fejhallgató. Tényleg te visszaküldted azt a fülest, Pascal? Melyiket? Melyik? Hát a Logitechnek. Nem küldtem vissza, küldtek egy másik. Én is. Akkor kettő van. Uh-huh. Nekem is. Azt nem akarod eladni valami olcsó pénzt? Nem szabad eladni, azt mondták nekem. Mert hogy? Hát ez csak egy kis óvatosság. Tehát az ugye nyilván, hogyha eladod, akkor esetleg valaki más is érvényesíteni kívánja ugyanennek a fejhallgatónak a garanciáját, és akkor őnek így lesz kellemetlen. De hát nyilván az, hogy Mitsunak odaadod, az egy másik téma, mert Mitsuban lehet bízni. Hát mondjuk nem biztos, de talán jobban, mint egy ismeretlenbe. Nekem nem az a lényeg, hogy izé... Te mit van a fiókomba egy pontatlan? Amit küldtek helyett az itt. Ez megint csinálja azt, hogy a feldehangosításnál az egyik fele megint nem szól. Nekem is nem volt ilyen bajom. Gellér se panaszkodott, mert ő használja régit. És most melyik kezdi csinálni? Nem tudom, nekem nem volt ilyen. És melyiket a régit hallgatod? De ezt mondom, megint kezdi azt csinálni. Lassítok, vigyázz, mert a körforgalom az elég. Figyelj az indexet. Jó, ja, mindjárt indexbe megy, figyelj. Így forol a hát. Olyan, mintha így, ja, így csúsznak. Ilyen nimbolyog ez az egész. Lúgulú. Hátor. Ennek nem kormányzott a hátsó. De.
Ez nem olyan. Azért, mert azért imbolyog. Azért tűnik úgy, hogy csúszik. Interesszant egy szám, de mindegy, mindenki forrontja magát. Ja, most belehúztam a javába, úgy érzem. Na, jön egy. Helá. Helá van! Látni, nincs helá. Nincs helá. Nem áll velünk szóba. Elá van! Nincs mikrofonja, vagy kedve. Vagy csak mikrofonja. Vagy csak meleg. Vagy puszni. Miért nem megy 90-nel? Az anyém megy. Mert Tamaguchi a kamerón, ennyi mondja van. Megy, ha nyomom, de tempomatra nyomom, akkor 89. Hát 89-90 között vacilál egyébként is. Mert ennyien kanyarodsz, azért nem megy 90-nek. Nem, ez mindig azt csinálja. 89-90 közt. Ingorozik. Ugye beérünk, hogy 360 körül. Ott nem gyakran. Szinte. Hely, jön a dolgozó. Jön felettek. Helá van, helá! Helá! Helá, e! Csak villogtad. Nem, a kering szóba. Elvitte a nyelvünk. Köcsögök. Na, jön már valami állat, e! Milyen jó lesz itt az alagútba? Vigyázzatok, e! Majd én belassítom, hogy bemegyek középre az úton. Azt a minden. Na persze. Kocsi van a bázsa. Legalább nem vitték a kezébe. Még az baszott volna be. Mit mondott? Na, hallottam, mit tudnál, hogy elment. Ja. Még néztem, hogy miért. Mert tettem én sem itt mondott, nem hallottam, hogy hangos a zene is a fülembe. Jön. Jön. Lehet, biztosan. Egészen valószínű. Szegény Miku. Ez egy politán. Ez élő lány. Több gáz, hogyha 90-nel tudunk szüttyogni, mert hát mikor hát, lehet, hogy tudunk benne volt, hogy faktikon, hogy elszállt. Hálá, e! Mit a zsibvásár? Hálá, e! Hát ilyen van. Na persze. Gyurgyi Berg! Kérdezően nem megyek, azt én meg távolodtuk egy milliárddal. Nem megy a valágyi osztó, bázz meg.
ír a fejlesztőnek. Feri most meg a Kalisztó sem egy már bassz meg. Nálam melyek Kalisztó? Jó, nekem már megint megbaszolott ez a kibaszott szar. Ezt most konkrétót. Nálam egy szerintet neki. Most már mindegyen tudjuk, hogy miről van szó. Most el vagy el. Az a lényeg. De megvártam, még elmegyünk, és most utánunk éget 300-at. Kis gyerek. Helá-e? Magyarodok elé, elszállok a győrbe. Kettes nézetből olyan, mint hogyha felettünk helikopter. Helikopter? Kettes külső, de valami tudom a felépítő. Úgyhogy megy a villapot. Ja? Nem tudom. Persze. De jó, megy. Mint cukorfalat. Bazd meg! Tempomattal nem megy fel a dombon. Nem megy föl. Jó, akkor megyek. Jó, 82-ben. Mi lett dom? Ez dom. Valami van. Én 78-an. Na most már én is. 78, 77. Már 14. Krumplival mentek. Jön már a tag, jön a tag, nem teketóriázik. Én mondtam, hogy biztos, hogy éget. Ez az alagutak. Elmegyünk mellette az idiót, aztán... Alagutakra pályázik. Ja. Vonagút. Szép nagy... Nagyon nem szeretem, ha valaki a... kajámra pályázik. Tort! Miért meg? Aki fogad, az veszít. Nagyosít. Én pedig nyerni szeretek. Most az alagutakban nem szeretem, mikor itt előrgetnek, mert... Soha. Vannak, akinek beciteráznak az ujjai, aztán... neki át lalomolni. Beciteráznak. Kerülgeti a... szét ezt a szaggatott vonalat. Kását. Nem tudtunk bemenni a csőbe. Kerülgeti a forró medét. Hát persze arra kell menni. Ja. Jaj, bazd meg, nem bírtam bemenni. Na, most én állok meg. De még jó, hogy itt volt a benzinkút, mert tudti neki csavarok az otthonnak. És vannak nem szép utak. Vannak, jó. Csak mindig sötétben megyünk, nem látunk semmit. Ja. Kantala kukú. Kantala. Kantala geci. Figyelj az indexet. Figyelj az indexet. Hát szegény. Mikor vizsgázik? A Márciusban. Elég élet fonyolt. Na? Na, mi tú? Ajaj, mi van itt? Mégsem vettem észre az X-eket. Na hát én is neki sűrtem az X-eknek múltkor. Ez a hó az annyira ki tudja takarni néha. Bizonyos fényviszonyok mellett. Én is neki mentem lassítás nélkül múltkor. Esküszöm, érted én? Megint az megy, baszd meg. Stone is megváltozott az egész repertoár. Érti. Nem sokára változik a... Beértünk a város. Villa San Giovanni. Menjünk előre. Kikötőváros. Na, mi folyik itt? Illegális szervíz.
Én azt hittem, nem lehetnek. Nem elengedett, ilyen van. Ez ilyen zenék mennek. Hogy parral a tajkának a porkocsia. Ugye, ugye. Csak nem látod. Szép is. Megint kötőváros. Esküsző, én is esküsző. Egyedül. Júj! Messina. Messina, az Messina. Tudjátok, mi volt Messina? Jaj, menjek előrébb! Nem, most jó, meg tudta várni. Biztos Messinek a felesége. Persze, kompakt volt. Nekünk kompa kell menni? Nem. Repülővel. Vonattal a vizen. Metróval. Helikopter. Olyan, hogy ide... Kavalé. Csináltak egy jót. Kavalé. De akkor nem. Milyen rólad? Na, valaki csázik. Ki az a csá? Hát... Helá van! Hát ott sem. Azt a büdös. És kipróbálom fixet. Én ezt legyőzem, azt megyek szerintem. Jön valami marha. Másikra úgy se lesz. Your wings has been... Hamarabbják, vagy nem tudom. Melyik cég? A Nymphas Corporation. Az az enyém. Milyen magyar volt a dolgozó? Hát az itt, hogy csát, tehát nagyon valószínű, Japán, az van, beírtak sokkal, hogy Japán. Japán. Na, én meg kaptam a pirosat. De az én is, tehát átmentem mindegyiket. Már 500 ezer büntetés. Ilyen van. Jó, de 5 percenként lámpa. Játék idő szerinti 5 percenként. Nagy kapcsolt be az előtt. De akkor se érdekli nagyon. Na mehetünk. 100 ezerrel. Ötves táblán 88. Na persze. És a... Kressz, az... Smafu. Meglátnál Lumi. Majd mondaná, hogy oktatója már ütni a kezit. Meg a lábát. Mikor vizsgázik? Márciusban? Ja. Vagy ki egy tudja? Egy piros lámpán átmegyek, a másik nem meg. Hello! Gebbe Phantom megjelent a színen. Meleg kapcsol. Ja. Közben indulhatunk, csak néztem a csetet, de közben el is ment, úgy látszik más dolgova. Csak beköszönt. Hát minden lámpa piros, hát ilyen van. Hát én nem fogok megállni minden lámpánál. Hát én egyik nyers állatom meg. Aj, de hát miféle eljárás ez lett? Most már én is kezdem unni. De kell mentek fel. Menjünk. Kivételesen. Türelmetlenek a kollégák. Én rendes ember vagyok, de azért ennyire, nem? Ezt mindjárt tudtuk. 28 rendőr lámpa egymás után. Jó, majd ha egyedül megyek, kivárom a lámpákat. Jaj, 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 mi történt? Elhúztam a rögzítőféket véletlenül. Úgy látszik, társaságra leeltünk. Na visszajött Phantom. Micsoda? Na ezt elolvasni. Mi az a ágas bogas vacak itt középen, inkább kikerülne. De, fú. Na hát ezt nem tudom elolvasni. Írt valami ilyen csillagszemű mosolygóst, meg jével. Ezt nem értem. Na, jó, eltévedtem. Nem.
Na? Nem értem. Épp egy tolatát. Gyenge vagyok most az ilyen szójátékhoz, úgy látszik. Mit írt? Hát egy csillagszemű fejszerűség, tehát zárójel csillag, kötőjel csillag, zárójel bezárva, TELY, ELY-vel. Mire várjak? Eltévedtem. Ja, akkor egyenesen megyek tovább, aztán majd jössz. Régy mikor jöttünk? Hó, hogy rajta. Hát, én megyek. Tök mennyi van. Köszönöm, nem tudom, hogy nem vagyok. Előrébb kanyarodtam le. Mondtam rá, hogy mindenki játszunk valamit. Ráadásul, hogy nekem nincs semmi fennegény. Mi van a gépén? Virág, cserép vagy? Vagy terítő vagy? Mi? Ravi. Szegény Ravi. Fogadjuk, hogy Division fönn van. Hát azt mondom, hogy annak nem is kell lenni. Az kétszer is felválaszt. Háromszor a biztonság kedvé. Feltelepítve Windows már egyből az is települ hozzá. Hát így van. Windows, hát, hogy a Windows 10 kell, vagy már egyből települ. Vele legyen integrálva Windows. Az biztos. Ja. Én ma is kaptam, ma is játszottam. Jó, négy nő ül egy padon. Milyen hosszú a pad? Na ki tudja? Hoppá, közben ráhúztam a fótkocsit a patkára. 8 láb és 4 hüvely. Ja. Na! De az hüvelykö, nem? Vagy. De azért a vicc az jó. Hüvelyk Mátyás. Mi az? Két lába van és rohadtul vérzik. Kecske. Úgy fogalmazok, hogy kurvára vérzik, de ezt most nem akartam így kimondani, de hát most eznek a live-ok úgyis mindegy, mert meg. Már beszélünk mindenfélét, úgyhogy mindegy, szóval két lába van és kurvára vérzik. Na mi az? Egy másik kurva. Nem. Na, Tom, tudod-e? Várok egy kicsit, írd be a chatbe, van ötleted. Most ti mögöttem vagytok? Vagy merre vagytok? Máma mondta, máma kapott, vagy nem tudom. Le vagytok maradva, vagy hol vagytok? Én már ott vagyok mindjárt. Te mindjárt ott vagy, nekem van még 105 km. Nekem 50. Hát akkor jó szétszúz, szórodtunk, nem mindegy, megyünk, aztán majd odaérünk. Kiki kapott csomagot, azt volt benne Lay's chips, azt mondta, hogy Lay's keverő. Na! Mondom. Szegény Lay's. Valami rezsőtő, vagy dezső, vagy... Na, szóval a két lába, úgy nem nagyon írogatja befele, szóval a két lába van és kurvára vérzik, az a fél kutya. Szegény kutya. Szegény fél. Szegény fél. De miért kell oda egy kurva is? Milyen kurva? Hát rávérzik. Ja? Nem, szóval azért mondtam először, hogy nagyon vérzik. Értem. Csak úgy, hogy, csak úgy, hogy kurvára vérzik, meg hogy két lába van, igazán akkor mond. Ez egy terelési. Na nem csalódott be, nem örülök, hogy nem csalódott be, nem. Ennél az ízlésesebb vicceket is tudok, de most ez jött a nős viccedről. Eszembe ez jutott. Mondjuk egyenesen tovább. Közös a Vakmondban és a Sarasban. Paskál. Mit? Paskál. Mi baj van? Paskál. Mi van Paskál? Na, melyikőtök tudja, hogy mi a közös a Vakmondban és a Sarasban? A kettő meleg. Mi Paskál? Mind a kettő fekete. A Vakmond a föld alatt van, a Sars, mert kurvára nem érdekli. Ez is az is gömbölyű. Hogy jó lesz az üze is, a lencse is. A Vakond a föld alatt van, a Sas pedig nem. Hát ez nagyon igazad van. Melyikőtök mondta, mert rohadtul eltaláltam, mi szó volt? De hát ez most ez nagyon közös. Micsoda? Ki tanálta ezt?
Egyik humoristánk. Na ki az? Gebbe Phantom. Ugye Gebbe csatornáján szokott viccelődni, most itt is viccelődik. Gebbe Phantom. Híres az abszurd viccekről. De amúgy igaza van, mert a sose levegőjében van. Hát, ez hát mi a szívenség? Hát mi az az a... Miért kell az orszarúnak háromkerekű bicikli? Hát nem kell neki. Hát mi a felének? Szóval nem kell neki. Becsaptam egy ajtót, azt mondtam neki, hogy nyitva van. Ezt is ő írta. Milyen különbség a sas meg a szálloda között? Sas meg a? Szálloda között. Szálloda. Hát szálloda. Száll ide, szálloda. Egyik ide száll, másik meg szálloda, mi? Hát, majdnem. Összehűttem. Repked. Hát a sas a száll ide szálloda, de a szálloda az nem sas ide sem. Ja igen, majdnem. Hát... Shooter! Ez Isten engem. A hasz. Gebe. Na, este biztos PUBG. Nagyon valószínű. Hát biztos, már most a munkahelyen. Már most lezsírozta a munkatársakkal, hogy... Megrendelések azt mondta, hogy engem nem érdekel PUBG-t. Lemér, menni kell este. Mi? Persze, majd majd tesztet írok, mindenféle szarról. PUBG. Mi a közös a Vidrában és a Heatban? Vidra is lemegy a... lemegy Heat. Vidra tud hidat csinálni, a híd meg nem tud vidrát, vagy valami hasonló eszement lehet. Tényleg Gebbét fel kéne hinni, lesz a live, biztos azt mondaná, hogy lesz. Miért? Jó játszik amúgy, egy-két lányi játszik. Hát figyelj, akinek 500 órája van már benne, az valami csak összeszed. Meg egyébként is ő azért nem utaz ilyen stílusú játékokba. Gebbe. Hát azért csak Battlefield 1-el is játszott. Nem, hogy ugye Coddal is. Kezdtük, annó live voltuk, még akkor nem. Már most hát persze, mert azért rá kell arra érezni. Tehát most nem csak arról szól, mint általában lövöd, taktika is van. A Vidra fel tud menni a Heedről, de a Heed nem tud felmenni a Vidrára. Hát majdnem eltaláltam. Ó, mit szó, ezt hallottad már? A jó, szóval. Mit nem hallott tőle? Akkor majd csak figyeljen. Figyeljen, hát ne hallja. Éjjön. Jó, ma paska, mi hülyeséget küldünk. Ja, fölhúztam, ja, nem emlékszek már, mondom, mi az, hogy csak szép munka, de épp mikor csetet olvastam, ráhúztam a fizetőkapunál patkára, egy kicsit 1%-ot kapott. Hú, én most kilépek, mert nekem van egy kis dolgom. Jó van. Szevasz. Hela, e. De jön vissza. Megvárjunk, vagy megyünk egy fuvart? Nem. Vagy akkor végleg? Ja. Oké. Okay. Szia. Halló. Oké. Én is megyek. Na, ilyen van. Hát ma mindjárt megyek izébe. Tudom, éjszakába. Csak még menni kell belindézni. Na, de azért majd lépjél fel Discordra. Nem mondom ki, hogy hol megyek, de... Szarni. Na, hát így van. Akárhatod. Szegény lett a hikazált. Szegény. Kezd kicsit magányosodni a dolog. Te lett szarja. Nem baj. Shooter, neked nincs LTS-ed, Tom? Na, Pascal, te neked mi nincs még meg az olaszoktól? Neki? Olaszoktól? Kannaválom. Kitől tanult meg olaszul? Meg... Velencében születtem Olaszországban. Ahogy is ne, Velencében születtem Olaszországban. Na persze, talán születtem ki. Mit csinálsz itt? Szabadságon vagy? Szabadságon. Paskál, tizedikén szabadságon lesz. Egy lány elmegy egy jósnőhöz. Hát, nem kettő, tudom miért.
Nem hiszem. Csak kérdezem. Szabadság, annyi szabadság. Várjál, szerintem négy lány akar lenni. Na írt valamit, négy lány elmegy a jósnőhöz. Kettő fiú is szerelmes belém. Melyik lesz? Akkor lehet, hogy csak egy lány lesz az. Kettő fiú is szerelmes belém. Melyik lesz a szerencsés? A Pistit fogod feleségül venni, a Gyuri lesz a szerencsés. Micsoda? Egy lány elmegy a jósnőhöz, kettő fiú is szerelmes belém. Melyik lesz a szerencsés? Melyik lesz a szerencsés? A Pistit fogod feleségül venni, a Gyuri lesz a szerencsés. Na, teszem az értem. Ja, értem, tehát, ja, értem most. Igen, igen, a maradék. Persze. Na, tessék. Na, ugye ez Pascal, akkor olaszokkal. De megint az megy. Palermóba kéne menni. Palermóba kéne menni. Nem Izlandra? Keresünk fuvar Palermóba. Aska, annak már nincsen szabadság, hova menni, nem egy szabadság. Nem egy szabadság, így nincs ennek nincs. Mint Aska. Nagy összet, hogy van Palermóba. Majd frissítek egyet hát. Hogy ne lenne, majd mindjárt. Ott van egy jó faci csapat. Van, frissít, akkor van kotrógép. Frissítsi, akkor lesz egy kotrógép. Kotrógép. Találsz olyat? Várja. Találsz, ne. Kargó trassz, vagy micsoda. Akkor biztos megtalálja. Magvak Big Bag zsákokban. Tehát nekem kotrógép van, de hallom egy Palermóban, nem mindegy. Mm. De hát az nem, az Pécsre megy. Ja, akkor valamit csinálja, mert nekem van Palermó. Nem frissül ez a szar. Állás szinkronizálás, ó, bazd. Na akkor, tőlem baj van. Paskal a tengerbe. Jelentem. Mi az, hogy jelentem? Nem sikerül csatlakozni az online szolgáltatáshoz. Jó. Na akkor azt netednek nyilván annyi. Na, szólnék a netes ember. Nem segíthet már rá, csak a netes ember? Tudom, bizony Isten. Már csak az segít Paskal. Na most jó. Na, milyen van? Azt mondja, hogy a Palermóba kotrógép. Aha. Az jó. Na, az jó. Hú, írtam megint. A szőke vesz egy új kocsit, neki megy egy kamionnak, a kamionos behívja a kávézóhoz, beszélni vele, rajzol neki egy kört a földre, megmondja neki, hogy ne lépjen ki a körből. Kimegy, szétveri a kocsit a nő. Mi van? Na hát ez megint magas egy kicsit. Na, menjünk gyorsabb fölben a fuvart. Na megint magas. Szegény Tajka nem érti. Nem, mert az a baj, hogy a veszők is hiányoznak sok helyről. Meg egyéb írásjelek, és nehéz úgy, hogy hol van a vége eleve egy ilyen szóvicszerűségnek. Lesz egy kicsit időm, elolvasom még egyszer, hátra rájövök. Na most miért kell körbe menni? Másik telephely. Nekem itt van. Ugyan oda visszavisz. Mert normális ez. Továbbra sem lettem okosabb. Na, kimegy, felgyújtja a kocsit, a nő még jobban nevet. Kimegy, felrobbantja a kocsit, a nő... Nem tudom, mi vesztve nevet. Megkérde a buszvezető, mi kamion volt.
buszvezető, hogy miért nevet a szőke. Azt mondja, na majd folytatás következik. Azt mondja, ameddig nem figyelt, kiléptem a körből. Na, jó megtréfálta. Ezt nem fogod felakadni rosszul. Közelítettem a kérdést meg. Na majd most. Nagyon jó, hogy rángatom az asztalt, a kormánnyal biztos mozog a kamera. De nem vagy legalább olyan, mint hogyha tényleg a kamionba ülnék és mozognék. Hogyne? Hogyne? Várj, itt valahol felakadtam most még. Ez is kanyarodós, vagy nem kanyarodós, mindegy. Kicsit nagyobb ívbe kell fordulni, mert van valami az úton. Ja. Így most már értelmet nyert az előző is, amit írt. Ugye, ne lépjen ki a körből a nő, közben kimegy szétverni a kocsit. És ott lett végig ugye a nő. De nem a nő ment ki szétverni a kocsit, hanem a koma. Csak a nő röhög az volt a következő kommentbe. És akkor utána persze próbálja még jobban tönkretenni az autót, aztán nem érti miért röhög a nő. A nő azért röhögött, hogy nem figyelt, kilépett a körből. Nem mondja a viccet, mert mondom a recs, vagy valami hasonló. Súta, csempe van. Szegény most faragják, ez a B verzió. Szegény súta, itt van még? Itt így csak, most nem beszél. Meg ennyi kanyar, van itten, mindenfelé. Kicsit, mit alakulnál. Hát az lehet. Most nincs kizárva. Na, szia, hogy ebbe fantom. Mennie kell. Na, hát este is van már lassan. Lassan majd nekünk is, mert most kivételesen van, nekem is korábban kell feküdni. Köszönjük, hogy itt voltál, megvitted a csetet a viccekkel. Egy kollega. Na. Hela, e! Te elhajol. Ebből sokat ért. Tankoztatok. Tankoztunk. Hát csak ennyi. Hát elég volt.
Mitsu gyorsan fölkapta a vizet, mert mindig végkel ott körülvéve. Kész vannak a így hogy lehet. Küldetések, úgyhogy... Teszek a szabályzatra. Most azért várom a Kalibi 2-t. Ó, mi persze. Legyenek új jelentők. Even tudom. Szedtem le egy sorozatot, az a címe Szemtől Szemre. Az jó film volt, hogy... De ez nem a film, ez egy sorozat. Vagyis dokumentumfilm sorozat. Robert De Niro meg Al Pacino. Igen, jó film az is. Ez doksi film. És mocskos jó. Nézek. Riválisokat mutogatnak bent. Mármint, hogy... Szóval... Első rész ez a... Akkor egy nagy Maunika show. Ez egy Bill Gates, meg egy Steve Jobsról szóló rész volt. Nagyon jó, vagy jó izékat magyaráznak venni. Másodikban volt az Adidas, meg a Puma. Mármint a márka. Na jó, érdekes, csomó dolgot mondtak, amit nem tudtam. Ez speciál. Jó. Gondolom lesz benne Coca-Cola, meg a Pepsi. Ez most itt a reklám helye. Kapom a... Ez szerintem YouTube-on fent van. Copyright-okat. Lehet, hogy fent van, nem tudom, a spektrumon ment. De tényleg érdekes, akit érdekel, az... Nézze meg, fasza. Csak a Pumát meg az Adidas csinálták, márkát azok testvérek. Hát voltak, igen. Lehetne csinálni egy ilyen Intel AMD-t is. Hát lehet, hogy az is van, de nem tudom, 10 részes az első évad. Aztán nem tudom, van egy több, de lehet, hogy ennyi az egész sorozat. Vagy McDonald's, KFC. Biztos, hogy el is gondoltam, nem is tudom. Hallottátok most, azért valahol hallottam, hogy kifogytak a csirkéből. Ja, Angliában valahol. Nem volt csirke, nem nyitott ki a... De mi nem nyitott ki a KFC? Igen. Hát most... Biztos elkérték a paraszkönyvet. Inkább McDonald's, meg a Burger King. Azok inkább. Azok, azok hamarabb. Aztán nem tudom még mik van, nem néztem meg, hogy... Farmer, Ravis benne lesz, hogy ugye hogy lesz Davis, hogy lett, azt is érdemes megnézni, az is jó. Ja, de mindig részben kettő van. Ott is, hogy hát ez is Farmer, Ravis, meg mi? Meg nézem, ott is valami egy cég út, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt, és a faci ott is kivált, vagy mi, valami ilyesmi, kurva régen láttam. Talán lehet, hogy az is tévében volt. És akkor a fasz is, meg Galak Vidotta a Lévis, tehát nem, akinek a saját ezért adta a nevét, mert az is valami így írta a Lévis, a fasz. Ilyesmi jó. De szerintem ez is benne lesz, szerintem. És akkor úgy híresült el az a farmer. Te nem jössz, Rami? Ez sincs fenn neked? Fent van, de közben töltő, meg itt tudom én ilyeneket csinálok. Ja, hogy majolsz. Így is lassan tölti ezt a szart. Mit? Hát most meg most azért letöltöttem a rastot, mert arra kíváncsi, hogy... Ja, de hát ezt ez len van, akkor az nem lassítja a netet. Hát most ez a minimum, ezt használ. Hát most azért nézel, a árkot kezdte elszedni, de eddig... Aztán még csak 12 gigámban. Hát olyan szaggatottan szerintem a nyavaját. És hogy tartasz az Assassin's Creed-be? Hát az izét azt kitoltam, a rúst. Még a Black Flag-ből van valamennyi, nem tudom mennyi annyi van már ezért. Még az nekem el fog húzódni. Valameddig.
rúzsdan leelbasztam, mert nem gondoltam végén, nem. A fő történet csak 80%-ig készültek végül, hogy mondjam, hogy a végén kér, hogy azért csinálom. Ez a víz kár még. 80%-ig csak megcsinálom. Még ebből a black bag van. Ezt még ki akarom majd tovább. Utána már nem is nagyon kezdtem, hogy egyet lehet ajzét, amit mondták, hogy jó. A Brother úr, egy régebbi, meg ajzét. Ez a Syndicate, hogy miért az. Azt mondtam, hogy még az jó. Akkor mondtak a mozgat, kiáltottak, akkor a többi is nem jó, persze. Amúgy azt mondom, hogy ez a három rész jó csak meg most az új hazadik. Na, gyors rajtás. Pascal belevisz mindig a szabálytalanságba. Elvetemültek ezek a zenék, mondja a váltok, hogyha megállunk. Na, piroson is átmegy. Hát van ennek viselkedése. Hát nem érünk rá ilyenekre. Nem érünk ebben a nagy sietségben. Hát valami cserbe hol jött? A fogadó után. Még mindig? Ja. Az első kettőt letolt? Nem. Azt kellett volna dolgozni. Ugye ezt taladnom kell. Főleg az egyetlenben az van magyar szinten. Külön is élvezhető. Hát külön. És a hungverben ez egy külön áll, de jó. Hát ez úgy, hát most kérdeztem az egyik srácot, mert ő már kitolta egyszer, az is nem is tudom, hány száz órát ölt bele. És még azt mondja, hogy mennyi a két kiegészítő, ami van, azt még nem is tolta ki. Azt mondja, hogy eszméletlen, azt mondja, hogy rengeteg idő. Hát mondom, én pont ezért nem kezdtem. Ups, a ridicule. Az első kettő, ez kitalál. Én lehet, hogy a hardware-sel kékenusk a félszállat gyors, az egyik jó. Bevágulok ide a oldalra. Nem lehetne kezdeni, harampodni vele. Na, most már mehetsz. Mi ez, passz meg? Angyalok és démonok. Ez jó film. Ez egy jó film. Egy. Az egy. Már nekem a kettő annyira nem tetszik, de az egy az jó. Milyen kettő? Annak két része van te. Angyalok és démonok kettő is van. Tehát a Da Vinci Code, az angyalok és démonok, meg az... Ez így beszélom, így. Ez a három részes trilógia. Te de majd jön, majd jön, majd jön, majd jön, majd jön, majd jön, biztos, hogy nincs a harmadik része a trilógiának, az a tavaly... Tavaly jött ki a... Fú, mit tudom én, miatt szóval. Inferno.
Na, hát az Inferno, hát elvileg az a második rész. Az a harmadik része. A Da Vinci Code az első. Ez a második. Elvileg így van a trilógia. Ó, ember. Nyomunk egy kis popot. 70-es évekből. Nem biztos, hogy ötlet majd kiderül. Valami hippi. Az a tromai vagy második rész. Na, hogy látjuk. Megnéztem. Egy pillanat, nem nyomtam vissza. Azt mondja, mi volt annak a cím. Ja. Na jól nekem, most elég. Na jó, akkor befejezzük, akkor én is miért tovább úgyis. Na, lassan este van. Jó, hát akkor... Köszönöm szépen akkor a figyelmet, aki megnézte, annak köszönöm. Remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Cső! Na hát végül is Angyalok és Démonok Da Vinci 2, hát végül is olyan volt.